Kutatás. Több száz évre megoldhatja az emberiség energiaigényét a magyar tudósok ötlete. Fejlesztés. Mintegy 5 kilométernyi hosszban 7 útszakaszt újítanak fel Szombathelyen. Premier. A Presznyakov testvérek terrorizmus című drámája a Vörös Sándor Színházban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Jó estét kívánok! Több száz évre megoldhatja az emberiség energiaigényét az a magyar ötlet, amely a hidrogénbomba megszelídítését jelenti. Több vezető ország is dolgozik hasonló elképzeléseken, de ezek nem csak jóval drágábbak, hanem kevésbé hatékonyak is. A nanotechnológiát is bevető eljárás vidák szabadalom lehet, és akár 4-5 éven belül megvalósulhat. A részleteket egy nemzetközi workshop záróülésén Kőszegen jelentette be a tudós csoport vezetője, Kró Norbert akadémikus. Az emberiség jövőjének egyik kulcskérdése megtalálni azokat az energiaforrásokat, amelyek nem teszik tönkre a környezetet, és elegendő mennyiség áll belőle rendelkezésre. Az atombomba megszelidítése az atomreaktorokban már sikerült, a hidrogénbomba szolgálatba állításával már régóta kísérleteznek. Ennek egyik alkotó eleme a deutérium, vagy nehéz víz, a tengerben korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, a másik a hidrogén radioaktív izotópja, a trícium mesterségesen könnyen előállítható. Az USA-ban 192 lézerrel próbálják összenyomni a keveréket, az új magyar módszerrel kettő is elég. Mi sebességgel nyomjuk, melegítjük föl. Ehhez nanotechnológiai módszereket kell alkalmazni, pici kis nanorészecskéket rakunk bele az anyagba, a fény az behatol ebbe az anyagba, és ezeket a kicsi nanorészecskéket melegíti föl. Az eljárás nem csak hatékonyabb, de olcsóbb és tisztább is az eddig ismerteknél. Az új módszert az akadémikus Kőszegen jelentette be a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének workshopján. 4 éve működik az intézet azzal a meghatározott céllal, hogy a legkülönbözőbb tudományterületeket összekapcsolja a közjó érdekében. Tehát nem csak kutatgassunk, mint a régi elefántcsontorony intézményekben, amire egyébként szükség van, hanem a már meglévő kutatásokat kapcsoljuk össze olyan kérdésekben, mint például a fenntarthatóság. A kutatást a magyar állam is támogatja. Erről tárgyalunk most az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, és úgy néz ki, hogy sikerül megállapodni egy 5 éves projektfinanszírozásról. Ez egy nagyon jelentős projektnek gondolom, mert nagyon jelentős eredményekkel kecsegtet, és hát össze tudja majd fogni itt Magyarországon a lézerfizikával foglalkozó tudósokat. Az új eljárás során nem keletkezik rádióaktív szennyezés, sőt a módszer később kórházakban, például a rák korai felismerésénél, vagy a gépjárművek meghajtásához is használható lesz. Több mint 5 kilométer hosszan 7 útszakasz újul meg a városban. Ebből 5 már elkészült. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív programban elnyert 915 millió forintból valósult meg. Pénteken hivatalosan is átadták a közlekedőknek az Ernust-Kelemen, a Mártonáron és a Dózsa-György utcát, valamint a Vépi utat. Régóta várták már a lakók, hogy megújuljon a Mártonáron utca. A rendkívül forgalmas út már nagyon rossz állapotban volt, a szegélyek letöredeztek, kátyúk nehezítették a közlekedést. Most 950 méter hosszan teljesen lecserélték a burkolatot, és kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert. Nagyon örülünk neki, és mindenki az utcában halások is, meg a karajárnak is, na, csak úgy megvan már csinálva. Káramentek is mindig, jaj, milyen út az, milyen út, azon mindig sidakoztak, akik karajártak, idegenek. Most mindenki meg van elégedve vele, nagyon örülünk neki, hogy megvan csinálva. Az Ernust-Kelemen utcában is nagy a forgalom, sokan errefelé kerülik el a dolgozók útját. Teljes úttes csapadéki elvezetés, illetve az egyik oldali teljes új járda felújítás történt meg. Az utóbbi még tavasszal, fásítással, jól láthatók a fák is, és még bokrok lesznek telepítve. 915 millió forintból 7 utca újul meg a városban év végéig. Ebből 5-öt, köztük a Dózsa-György utcát is már használhatják a közlekedők. 5100 méter útfelület felújítása történt meg. Puskás Tivadar polgármester elmondta, olyan szakaszokról van szó, amelyek a gazdaság fejlesztése és a munkába járás szempontjából fontos gyűjtőutak.
ilyen a Vépi út is, amit ugyancsak birtokba vehettek már az autósok. A Vépi út egy olyan gyűjtőút, ami gyakorlatilag a városrészen átmenő elsősorban az ipartelepekhez, illetve magához azokhoz az iparüzemekhez biztosít egyébként egy megfelelő minőségű megoldást, ami eddig azért hiányzott. A Jókai utcát már korábban átadták a forgalomnak. Minden útszakasz felújítását sikerült határidőre, némelyiket még előbb is befejezni. Mindegyikben ugye megújultak az útfelületek, szegélycserék, különböző csapadéki elvezetési munkálatok zajlottak még mellette, és részlegesen melyik utcába hol járda felújítás is tartozott hozzá. Az Újvilág utcában és a Sugár úton még folyik a munka. A kivitelezés várhatóan novemberre fejeződik be. A Presznyakov testvérek legtöbbet játszott groteszk drámája, a Terrorizmus, a Vörös Sándor Színház első nagy színpadi premierje ebben az évadban. A darab ősbemutatója az ikertornyok elleni támadást követő évben volt, amikor tudatosult az emberekben, hogy a fenyegetés a legváratlanabb helyzetekben megjelenhet. Az előadás a hétköznapi terrorral szembesít, amit mindannyian megélünk, így vagy úgy. Bomba van a reptéren! De miért? Valakinek indulnia, vagy érkeznie kellett volna, valaki nagyon, aki ellen érdemes merényletet, tudja, politikus vagy tudós. A sikeres üzletember repülőútra indulna, ám a légi kikötőt bombafenyegetés miatt lezárták. A váratlan akadály olyan eseménysort indít el, ami pillangó hatásként furcsa, vagy éppen tragikus helyzetekhez vezet. Nem tudom, de tényleg, amikor sokáig megtartóztatod magad, akkor azt hiszed, hogy minden különleges lesz ezzel a férfival, vagy egyáltalán egy férfival. Várod, fantáziálsz, aztán amikor megtörténik már az első pillanatban, olyan üresség önt el, itt meg pláne minden együtt. De beteg vagy, vagy mi? Elhidegült szeretők a hálószobában, gyanakvó vénasszonyok a játszótéren, összeverekedő rendőrök a szolgálati öltözőben. A hat látszólag különálló, mégis egymással összekapcsolódó jelenetben ott van hétköznapjaink terrorja. Nagyon jellemzi ez a mi korunkat. Nem tudom, hogy mennyire változott, hiszen nem éltem más korokban, de azt hiszem, hogy amit a reklámipar is meg... Tehát, hogy a fogyasztói társadalomnak ez egy fészkes fenéje, valahol azt gondolom, hogy muszáj a félelmet az emberekben gerjeszteni, hiszen akkor kezdünk el, tehát ez a legnagyobb mozgatórugó, a szeretet és a félelem. Miért kéne nekem a maga ostoba tekintetéből kitalálnom, mi van a papírján, amit az orrom alá dug? Ez nem az én papírom, és különben is én csak a munkámat végzem. A zsarnok főnök folyton megalázza női beosztottjait, és léptennyomon érezteti felsőbbrendűségét, mindennapos terror a munkahelyen. Végül egy tragédia hozza felszínre a mélyben lappangó feszültséget. Ha meg akarod tudni igazán valakinek a jellemét, akkor adj hatalmat a kezébe. Ez nyilván az esetek többségében leigazolja azt, hogy mindannyiunkban van némi zsarnokságra való hajlam. Ez egyáltalán nem volt mulatságos. A felkavaró szituációkat oldja a groteszk humor, amely a legváratlanabb pillanatokban érkezik. A Terrorizmust az olasz származású Luca Cortina rendezte. Az egyfelvonásos előadásban az Anima Sound System zenéjét hallhatja a közönség. Pénteken 19 órakor kezdődik a premier a nagy színpadon. Sajtótájékoztatót tartott az LMP. Országosan mintegy 12 ezeren vettek részt a Magyar Közút személygyűjtési akciójában. Szemlélődni és a szemlélt igazságot továbbadni. Szombathelyi Domonkos leányoktatás 1905-1945 címmel kiállítás nyílt a könyvtárban. Tóth Csaba Isten és a világ című tárlata 4 helyszínen várja az érdeklődőket. Tömeges eboltást szervez az önkormányzat. Rövid híreink következnek. Balázsi Péter nem áll ki a polgármester jelölti vitára, pedig most már lehetősége van egy jelölttel vitázni. Ez azért probléma, mert az emberek nem ismerik meg az álláspontját olyan fontos kérdésekben, mint Jordán Tamás díszpolgári címe, a víztorony felújítása körüli anomáliák, vagy épp az elvált személyek közéleti szerepvállalása, mondta sajtótájékoztatóján Ungár Péter. Az LMP országgyűlési képviselője hozzátette, a szombathelyi Fidesz tagjai gyakran keverednek ellentmondásba egymással és Balázsival is, ami azt jelenti, hogy ez nem az ő csapata,
és tisztáznia kellene Hende Csabával kapcsolatos álláspontját is. Országosan mintegy 12 000 vettek részt a Magyar Közút szemétszedési akciójában pénteken. Folytatva a tavaszi kampányt, ezúttal is várták a magánszemélyek, önkormányzatok, iskolák, cégek, civil szervezetek önkénteseit, hogy közösen tisztítsák meg az utak melletti árkokat, zöld területeket. Szombathelyen is több csoport dolgozott, PET-palackok, papírhulladék, műanyag zacskók kerültek a zsákokba. A cég évente 12,5 tonna szemetet gyűjt össze működési területén, amelynek költsége csaknem 1,5 milliárd forint. A Domonkos Nővérek tanító-nevelő tevékenysége 1905-ben indult Szombathelyen. A mai paragvári iskola épületében működtették az óvodát, az elemi, majd polgári iskolát. A felsőbb leányiskolai oktatás és az óvónőképzés is a tevékenységeik közé tartozott. 1950-ig a szétszóratásig mélyítették el a diákok tudását és hitét a városban. Ennek állít emléket a Berzsenyi könyvtárban nyílt kiállítás. Székely János megyés püspök nyitotta meg Tóth Csaba Isten és a világ című tárlatát, több mint 100 alkotást láthat a közönség a 60 éves Munkácsi díjas festőművésztől. Szakrális témájú képei kifejezik hitét, Istenhez fűződő kapcsolatát. Az Egyházmegyei Levéltár épülete mellett a Premontrei Gimnázium dísztermében, a Művészeti Szakgimnázium galériájában és a Martineum Felnőttképző Akadémián tekinthetők meg a művek, amelyek elcsendesítették, esedésre, gondolkodásra hívják a látogatókat. Tömeges eboltást szervez az önkormányzat októberben. A kutyák a veszettség elleni vakcinát kapják meg ilyenkor, ami évente egyszer minden 3 hónapnál idősebb ebnél kötelező. Október 1-től 4-ig délutánonként, 5-én délelőtt a város különböző pontjain várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. A pótoltás időpontja október 12-e. Az oltás és féreghajtás díjköteles, kérésre a csipezést is elvégzik. A pontos helyszínekről az InfoTV-n és az stv.hu-n is tájékozódhatnak. Életének 66. évében elhunyt Horváth Róbert, az Aranyhídi Egységes Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény volt igazgatója. A kiváló gyógypedagógust pénteken délután a Jáki úti temetőben kísérték el utolsó útjára szerettei, barátai, volt munkatársai és tanítványai. Horváth Róbert a Szombathelyi Tanítóképző Főiskolán tanítószakon szerzett diplomát 1975-ben. A kisegítő iskolában az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek osztályfőnökeként kezdett dolgozni. A munka mellett gyógypedagógiai tanári diplomát szerzett a budapesti Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán. 1995-ben nagy szerepe volt a korai fejlesztő és gondozó központ létrehozásában, amelynek munkáját igazgatóként irányította. 2004-ben részt vett a gyógypedagógiai ellátórendszer átszervezésében. Ennek eredményeként jött létre az Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ. Szívügyének tekintette a súlyosan halmozottan sérült gyermekek iskoláztatását és teljes körű ellátását. Ennek jegyében indította el 2005-ben a fejlesztő iskolai nevelést, oktatást a súlyosan sérült gyermekek számára. 2017-ben Szombathely megyei jogú város önkormányzata pedagógus életműdíjjal tüntette ki. Szakmai tudása mellett a sérült gyermekek iránti elkötelezett munkája példát jelent a következő generációk gyógypedagógusai számára. Az internetezés veszélyei, a tanulási zavarok és a nevelési munkában alkalmazott humor is szóba került az idei óvodapedagógiai szakmai napon. Előadások, tanácskozás és rajzkiállítás is része volt a programnak. 300 óvónő és egy óvóbácsi vett részt az idén másodszor megtartott óvodapedagógiai napon a Bartók teremben. A szakmát Puskás Tivadar köszöntötte, a polgármester beszédében a nevelő munkát végzők felelősségéről beszélt. Fejleszt vagy rombol az internetezés gyermekkorban? Ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket ismertetett a konferencia egyik előadója, aki szerint gyakran a figyelemzavaros magatartásért, vagy a beszéd és mozgás elmaradásért is a képernyő előtt eltöltött sok idő, illetve a gépek hatása a felelős.
nagyon sokat vannak a gyerekek az óvodában, ezért ők erőteljesebben látják a problémát, mint a szülők. És persze nagyon sok szülő is, vagy több szülő is jól lát, de nagyon fontosnak látom felvértezni az óvonőket érvekkel, segítségekkel, hogy a szülők is valóban megértsék azt, hogy nem egy puszta tiltásról van szó, hanem nagyon fontos, hogy ez az idegrendszer ebben az életkorban jól és harmonikusan fejlődjön. Az internet hasznosságát az előadó is elismerte, ezzel azonban jól kell tudni bánni. Erre jó példa a Szombathelyen már bevezetett digitális mintaprogram, amellyel elsőként a Gazdag Erzsi óvodában nevelt gyermekek találkozhattak. Ez lehet nagyon jó, lehet nevelőmunkát segítő eszköz, de ha nem jól használjuk, akkor bizony több kárt okozunk vele, mint amennyi eredményt elérhetünk. Mindenképpen nagyon fontos, hogy átgondoltan és a nevelési célnak megfelelően egy eszközként a többi eszköz mellett használjuk és alkalmazzuk. A szakmai napon előadások hangzottak el még több témában, és a konferenciához kapcsolódóan egy rajzkiállítás is nyílt a Városházán. Az önkormányzati és magánóvodák között meghirdetett felhívásra közel 200 gyermekrajz érkezett, ezek közül 30-at díjazott a zsűri. Szombathely szeretlek, ez volt a mottója a pályázatnak, amelyre a város más nevezetességei mellett legtöbben a kalandvárost megörökítő alkotást küldtek. Három csapatos nemzetközi felkészülési tornának adott otthont a Haladás Sportcsarnok. A Vasi Klub centenáriumi program sorozatának részeként a szombathelyi extraligás női röplabdázók a Balatonfüred és a Grác együttesével mérték össze erejüket. Gőzerővel készül a Hungaszt Haladás női röplabda csapata az új szezonra. A szombathelyi erőfelmérőt megelőzően Vacsi Eveliné Klagenfurtban is megmérettették magukat szintén egy három csapatos tornán szeptember elején. Akkor a vasiak kikaptak a házigazdától és a szlovén ellenféltől is. Azonban az osztrák és a Rohonci úti sportcsarnokban megrendezett tornán is másodlagos volt az eredmény, inkább a mutatott játékon volt a hangsúly. Elég kemény munkából jövünk, tegnap is még egy elég kemény kondit kaptak a lányok, úgyhogy akkor lennék meglepődve, hogyha egy picit frissen mozognánk, úgyhogy nem fogunk valószínűleg. De amit szeretnék látni mindenképpen tőlük, az az, amiket gyakoroltunk a előző két hétben, ugye főleg a védekezési rendszerekben, és a támadás felépítésekben, hogy ezekben hogy muzsikálunk, főleg labdanélküli mozgásokban. A szombathelyi csapatban lehetőséget kapott a brit Virgin-szigetekről érkező új szerzemény, a 23 esztendős, 189 cm magas center Sharonda Pickering, valamint a Békés Csabáról kölcsönben érkező Maria Csicsics, aki az előző szezonban is a Hungaszt Haladás sorait erősítette. A zöldfehéreknél nagy fegyvertény lehet az új szezonban, hogy sikerült megtartani a csapat nagy részét. Szerintem idén egyszerűbb dolgunk van, mert a maga az nagyjából megmaradt, főleg a kezdőből. Így az a része az összevonálva, itt tudtunk együtt segíteni a többieknek, hogy becsatlakozzanak hozzánk. A munka nagyon jól folyik, Máté sok mindent elvár, miért próbáljuk teljesíteni, és hát ez kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk, úgyhogy így rendben van. A Hungaszt Haladás végül mindkét mérkőzését megnyerte 2-1-re. A nemzetközi felkészülési tornán második lett a gráci csapat, harmadik pedig a balatonfüredi együttes. A Szombathelyi Televízió híradóját látták 2019. szeptember 20-án. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!